Cage, Andre Collins, és 13-assal Gorgeman. Az első támadás vezetés a körmendet illeti Dickerson. Doinker. A labdáért Perry, neki elég sok döntést kell hoznia. Minden egyes körmend mérkőzésre igaz ez. Dickerson megtáncoltatja Bucknert. Nem jó a tripla, a lepattanó pedig elhal Robert Arnold kezében. Nagyon nagy kérdés ez, hogy mennyi döntést kell hozni Chanesnek és Perrynek, illetve hogy mennyit tudnak abból jól kivitelezni és hogy jót húzni. Ez teljesen egyértelmű, hogy a 80%-ban náluk lesz a labda. Collins le a sarokba. Oha. Jó védekezés volt az Dickersontól. Kicsit, kicsit lassú volt ennél a megmozdulásán, pedig a dobócsere szép volt. Ez pedig Collins faltja. De Frenny azonnal mutatott neki valami kis taktikai utasítást. Dickerson. Doinker, a pocsék passz volt. Nagyon lassú volt ez a labda. Esélye nem volt, hogy eljusson a címzethez. Arnold. Könnyű zicserrel kezd Gorgeman. Azáltal, hogy négy jókezű amerikai van, Gorgemansnak ott nagyon könnyű dolga van. Nagyon magas fiú, 2,14 méter, fölteszi a kezét, jönnek a passzok. Minden igaz, Collinsnak ez a második fajtja. Egészen biztos, hogy ez a második fajtja. Szóval ott kiválóan játssza ezt az újfajta centerjátékot. Magas kettőgetőből válik lefelé, és onnantól már vagy zsák, vagy sima zicser. És akkor jön Lionel Bosco a pályára. De azt mondta Ferenc Csaba nekem a mérkőzés előtt, hogy Boszkóra figyeljünk, mert eszetlen, amit tud. Motoregeret vált, motoregér, úgyhogy minőségi változás nem várható. Gorgeman. Jó védekezés Doinkerem. Arnold. Nem jó a tripla. Szép volt Ferenc Csabi besegítése. Ferencnek egyelőre csak védekezés jut, labda még nem volt nála a mai napom. Hát valószínűleg kiosztásoknál keresik majd meg Fepput. Minden hatodik akciónál várok nála a labdát. Csana az, szép tripla. Igen, ez a körmen. Ahhoz előbb az amerikaiaknak kellene betalálni, illetve egy kicsit eljutni a gyűrű közelébe, és akkor lehet majd Fepput keresni kint. Perire is fújnak egy faltot. Reklamál Perire, hogy Gorgemans faltja, mármint hogy mozgó lezárása faltot ért volna. Nem hagyta meg a bírókat. Pocsék passz Arnoldtól. Mert Chenels. Chenels megy is. És ha már elindult, akkor dob egy duplát is. Csenez 5 pontjával 5-2 a körmennek. Lett volna egy-két ütem, hogy adja a labdát. Nem adta, végülis neki lett igaz, a bebrusztolta ezt. Nagyon agresszív érkezés a körmentől. És nem is annyira ízlik ez a belgáknak. Arnold egyelőre nem nagyon tudja, hogy hova is érkezett, mert mit kéne csinálnia. Két tragikus labda volt ez, nyilván mi örülünk neki. Most kap Ferenc labdát. Az első rontott dobása. Lepattanat összekaparja. Buckner, mondom én. És már tette fel a kezét, hogy ő faltolt. Dobhat hármat. Megkapta, amit nagyon akar. Buckner annyira megzavarodott, hogy azt a combozását nem fújták le itt. Ó, ráugrott Chanelsre. Van egy olyan sanda gyanúm, hogy elaltatta az a 33 pontos győzelem. Nagyon nehéz. Mosz-Hajnau csapatát. Nagyon nehéz a meccs előtti videózásnál azt mondani, hogy amikor az edző fölhívja a figyelmet, gondolom én, hogy nem annyira gyenge ez a körment, figyeljünk oda, nem reális a 33. Te ott bólogatsz, és közben arra gondolsz, hogy hát, az sétagalop volt, ez is az lesz. Nagyon helyes, hogy nem az.
izzadjanak csak a belgák. Csanás nem szórakozik itt a találkozó elején. Mindenféle módon szerzett már kosarat. Most egy büntető kimarad. Bosco. Arnold. Még 5 másodperc a vendégek támadó idejéből. Jó védekezés Dickersontól. Gyönyörűen csinálta Dickerson. Meg is jön a hazai közönség hangja, Perry. Lábon dobta Bucknert. Fú, az nagyon kemény lett volna, bőrbe meglövi Wagner lábai között. Szépen olvasta Dickerson, mi lesz a játék fölé helyezkedett emberének, úgy tudta elhozni ezt a paszt. Egyre kiválóan védekezik a körben. Sorozatos hibákra kényszerítjük a belgákat. Szép! 9-2 a kör mennek, előbb utóbb időt fog kérni a vendégek mestere. Ezért volt fontos, hogy Chenelsnek sikerült az első két akciója, már félnek tőle, mint a tűztől, nem volt semmi. Ez semmi nem volt. De félnek tőle, mint a tűztől, és így megnyílik a hely. Doinkernek például. Ez tiszta labda szerzés Ferenctől. Játékvezetők nem így gondolták. Ellett van a zsiróban a negyedik eladott labdája belgáknak. Csere-csere hátán. És azután a jó kezdés, az megvan a körmentől, amiről beszélt Korpás Gábor Ferenc Csabával, Bosco. Gyönyörű besegítés, hogy Chenelstől. Gyönyörűen. Nagyszerű, hogy Chenels pont akkor, amikor Bosco fölvette a labdát. Attól már semmit nem látott. Kiváló vérekezés. Teljes zavar belga részről, és ebben vastag szerepe van a körmendieknek. Mert hogy nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a komfortzónáján kívül van, nem engedik kell azt játszani a belgáknak. Pontosan, nem engedik azt játszani nekik, amit ők szeretnének. Ezt be kell dobni a Dönkernek, teljesen mindegy, hogy volt-e kontakt, vagy nem. Hiába reklamál, legfeljebb azt kell reklamálnunk, hogy nincs itt a plusz egy. Kátorra jön majd a pályára Arnold. Megint jó védekezés. Hé, hát az ki... Óha! Hát az egy kétszer... Arcon könyökölte, igen. Tolta, igen, Arnold. Hát azért észre legyél, öregem. Hát az nagyon csúnya volt. Bum. A második bejött. 3 eladott labda Arnoldtól, ő velünk van. Nincs még időkérés. Jó, a két büntető majd akkor mutatja a belga szakvezető. Egy 10-0-ás roham most a körmentől. Második kiegyett büntetője ezt Chenelsnek. És nagyon jó, mert 5 perc van még az első negyedből, és a következő faltól mehetünk a vonalra. Nagyon fontos, hogy ezt már kiharcolta most a körben. Támadni is kell a gyűrűt minden adandó alkalommal. Bosco nagyon bizonytalan volt. El kellett volna válni a 1-1-ből nála, sokkal magasabb, és ezáltal lassabb Dickerson lehet. Rázta, mint a rumba tököt. Chenelsz dob egy triplát, és akkor itt az időkérés, amit már vizionáltunk.
11 pontnál a körben légiós a Wesley Channels. Ő a különbség egyelőre a mérkőzésen, illetve a két csapat védekezése közötti differencia. We have shooting out of screening. If he goes side of five, you go side of five, we have post-up play. On the post-up play, I don't want you every time to play. You take care. When we pass inside, we go up screen and we make the dribble handles. You have to be 10 times more aggressive with the ball. Because on the hard hedging, we want to keep the ball. Or it's one step hard hedging. Then you have to go around and attack it, but not dribbling on the same thing. Or you pass it, or you attack the pick. But now you're in between. At first, we have to set screens, because we are not setting screens. They always can work it through. So wait for the ball screen. Work more fundamental. Make contact on that screen. Then use it. Come on, man. Wake up now here. Go, let's go. Step by step, we come back in the game. Come on, let's go. One, two, three. Let's go. Nagyon visszafogott, de ugyanakkor célretörő időkérést hallhattunk Yves de Frenytól. Mondta, hogy jelen pillanatban a passz és az elzárás támadása között járunk, valahol ott a senki földjén. Adjunk jó elzárásokat, azokat támadjuk meg, és lépésről lépésre jöjjünk vissza ebbe a mérkőzésbe. Mint oly sok csapat itt a modern kosárlabdában, Európában, a belgák sem bonyolítják túl a játékukat. Klasszikus diamond felállásból, amikor egy mezőny van a gyűrű alatt, egy pedig a büntetővonalnál. Valamelyik kifutót megtalálják, és akkor jön a magas center. Na most ennek az élét, vagy ennek a foganatját elveszi a körmend egyre nagyszerűen, és ha minden igaz, akkor ez már a hatodik eladott labdája? A Monsznak. A körül járnak szerintem. A dobásig sem jutnak el. A körmennek most nem szabad elmenni a nap felé, türelmesen kell csinálni ezt a játékstratégiát, amit kitaláltak mára. Jó érkezés ezúttal a belgáktól, de ott van megint Channelsnél a labda. Nem szabad olyanokat elvállalnunk, aminál nincs esélyünk biztosítani a támadó lepattanót, hogy ne tudjanak futni a belgák, mert ugye egyre szenvednek, mint Maci a jégen felátvédelme ellen. Ne legyen az, hogy meg tudnak lódulni egy pár könnyű gyorsításra. Támadó Faddoinker mozgó elzárása. Ez egy Boszkót védik rendesen, Ferenc Csabi elvette tőle a labdát, falt, most eldobta magát, pedig neki még haja sincs, hogy megrázza. Mindig hozzáteszik, hogy ezekre nagyon hátisak a játékvezetők, ezek a mozgó elzárásokra. Persze Csenelsz egy kicsit váratta volna tovább Doinker, de nem csinált igazából semmi rosszat, szerintem most a magas. Tóth és Katura a pályán. Nichols. Ferenc második faltja ez. Okosan csinálta ezt Nichols. Érezte, hogy túl közel jött Ferenc Csabi. Kicsit megrázta a labdát, és utána belépett, és onnantól már nem volt esélye hátra lépnie Fefunak itt. Most különösen fáj az első Boszkón befújt szabálytalanság. Cage. Gyönyörű rotálás körmendi részről. Archibanket már nem tudta megkerülni Channels. Ez elég nehéz megkerülni. Hát igen, átugrani könnyebb. Channels. Rövid dobás. Elkezd volna vállalni, Archibank kétségbe esetben jött vele szembe. Nagyobb, nehezebb, mindennél dobunk, Channelsnek fújják is. Cage nem dobja, visszatesz inkább Boszkóhoz. 2-3-as zóna ez, aminek Channels a közepe. Egyelőre jó a rotáció. Katuráról megy ki a labda. Katura már nagyon nézte, hogy akkor hova üti le és kinek passzolja. Ettől függetlenül kiváló volt a védekezés. Nagyon jó volt a rotáció. Megint megzavarodtak a belgák, csak egy ilyen kornyat jutott neki. Visszajön Jermaine Buckner a pályára. Justin Cage helyett. Nálunk pedig Lakosa is a bevetettek közé kerül. Nichols. A jó hármas. Lepattan a Dickersoné. Egyszer nem értünk oda.
Az első akciónál Gorgemansra, azóta gyönyörűen érkezünk gyenge oldalról, és nem találják a dobókezüket egyelőre a belgák. Peri triplája is kiperdül. Kicsit korainak éreztem ezt a vállalást, de hát nyilván Peri játszik, én meg csak magyarázok, ő úgy érezte, hogy el kellett ezt dobni. Játszol, te csak jobbkezes vagy, és Boszkónak hívnak a mai napon. Az okos Boszkótól le a sarokban Nikolsz, az tökéletes. Adjuk meg, ami jár nekik. Most megvolt az elzárás, most fönnakadt a védő, most rotálnunk kellett, és volt benne extra passz. Ilyenkor azért már nem lehet odaérni. De azzal nincs baj, hogyha tökéletes támadásvezetésekre kényszerítjük az ellenfelet. Tóthfaltját nem fújják le, majd most lefújják Lakosájét. Ezt Bután csinálta most Lakosa, a passz az kicsit flegma volt, Katura nem értette, hogy mit akar Lakosa. Ezt tetézte ezzel, ennek már itt nem sok foganatja volt, már a mozdulatot is fújták, van ráadásul ebbe volt kéz is. Teo Csizmics magyaráz játékosainak. Az egyértelmű volt itt a nagy vezetésünél, és a belgák előbb-utóbb fölélednek és eljönnek ide kosárlabdázni. Testben is, nem csak mezileg, meg cipőileg. Ilyenkor nem szabad most megzavarodni, jól játszunk, csináljuk. Igen, az várható volt, hogy nem két dobott ponttal zárják majd ezt az első negyedet. Ami számomra egy picit fájó az az, hogy Jenelsen kívül olyan igazán komoly fenyegetés senki nem jelent a gyűrűre. Szolidan fogalmazta egyre, senki nem jelent semmilyen fenyegetést Jenelsen kívül azért. Lakosa, ő elindul Lassisi mellett. Tóthi a támadó lepattanó, a szép, komoly meló. Azt kell bedobni. Opa, elszerencsétlenkedi Aaron Berg a közös erővel, köszönjük szépen. Tóth Norbi egy melós és egy rafkós támadó lepattanó. Ez már jó lenne góra váltani háromból egyet. Dickerson. Így örül a körmendi közönség. Fokos döntést hozott Perry. Egy pocsék pass. Nagyszerű. Pocsék van, egy nagyszerű védekezés megint. Katura nem véletlenül volt kétszer az év védője. Ezért is hozta Csizmics, de régóta ismerik egymást. Megnehezítette ott embere dolgát. Nikolsz újabb botrányos paszt adott. Ebben ma sokkal jobb szerencsére a belga csapat, mint a körment. Botrányos paszból láttunk már 4-5-5 biztosan. Oh, na tessék, na. Kellett nekünk erről beszélni. Ott már nem szabad bántani. De fájók ezek az eladott labdák. De az is természetes, hogy nem lehet eladott labda nélkül lehozni, de már eladjuk, akkor álljon meg a játék. Igen, dobjuk a pályán oldalról. Kívülre. Ezt, hogy lepöttyintjük az ellenfélnek, az nem jó. Barry, Boszko azért oldalba lökte. Buckner meg Dickerson tette ki a pályán kívülre. Észak-amerikai légiósai mondjuk azt, hogy álmoskásan kezdenek. A körmendi éjszaka. Gondolod, hogy már az MTS urkolók bevetették magukat? Persze, hát voltak a könyvtárban, a templomban, biztos. Dickerson mindkét büntetője, én 18-10 a körmennek. 5 pontnál Dickerson. Hú, Boszko. 6 pontos hazai vezetéssel zárul a találkozó első 10 perce. Kiváló körmendi kezdés, aztán utána egy picit megakadt a mi játékunk is. De egyelőre uraljuk a mérkőzést, innen folytatjuk, amint kezdődik a második negyed, nem menjenek messzire.
egy negyedet követően vezet 6 ponttal 18-12 arányban az egész körmen együttese a Monsignor ellenében. Egy kis statisztika, a két pontosokat pocsékul dobjuk, viszont mindössze két tripla kísérletet engedélyeztünk a Monsignor gárdájának. Ez mondjuk fakad abból is, hogy rengeteg eladott labdába hajszoltuk bele a vendégeket. 7 eladott labdája volt a vendégcsapatnak. Az a probléma, hogy volt 5 nekünk is, és ezekből azért tudott pontot is szerezni a belga csapat. Kétszer tudták rendesen megcsinálni az átforgatást a belgák, mind a kettő kimaradt, emberről kellett eldobniuk, de egyelőre ül az a fajta stratégia, amit Csizmics kitalált, hogy könnyű zicsereket ne kapjunk. Nagyon, nagyon nagy kérdés, hogy mennyire tudunk vigyázni a labdára. Még egyszer mondom, nem lehet ennyire fizikális csapat ellen eladott labda nélkül lehozni, de arra vigyázzunk, hogy tényleg legyen esélyünk visszaérni, és akkor a nagy baj nem lehet. Köpésivet fújnak Boszkóra megint. Az is volt. Az is volt, beletopogott. Collins magyaráz a kispadon. Az volt, persze. Szépen segített ki Tóth Norbi, bezárták oda apró termetű Boszkót, nem látott az erdőtől semmit. Nem is ízlik ez a vendégeknek. Egy passzról jött Cage, nem tudja kihasználni Dickerson. Channels, fal. Szép keresztátütés volt. És kimarad utána az ittszer, Archie Becky a lepattanó. Megpróbálta Tóth Norbi beütni a taktikai faltot, de nem jött Sheep. Mellé ez a tripla is, Dickerson roboghat. Most kell megnézni Dickerson belül. Vagy Perry tolt Archibekkel bizony. Az így jó nekünk. Főleg így, hogy megvan a támadó lepattanó. Kár volt oda leütni a Channelsnek. A labda marad a körmennél. Nagyon szépet küzdött ért a Dickerson, okosan oda pöckölte neki. Talán jobb lett volna kipasszni a Perryhez és nyugi van. Channels azért lehet ütni vágni ezen a mai mérkőzésen, így első blikre azt mondom, hogy... Nem tudom, kicsit az biztos, hogy a játékvezetők a falthatárt elég vastagon húzták meg. Igen, magasan van, az biztos. Hát itt megy a cséphadarás rendesen, főleg a belgáktól, de sportdiplomáciában azért még annyira nem vagyunk erősek, tehát ezt azért le kell nyelnünk. Azért mondom, hogy lássák a sporik, hogy mit akarunk, lássák, hogy nyerni akarunk, és képesek vagyunk rá, utána nem lesz szerintem ezzel gond. Peri, végér Boszkó mellett, dob is egy duplát. Szép. Boszkó. Na ez nem kell, ez a kiugrabugrálás. Perry rontja el, nagy lepattanót akart szerezni. A Katura hagyott el egyet, most Perry. Áj, ezek fájó dolgok. Indítás helyett újra melózhatunk hátul. Nem szabad Perrynek így kiugrálni labdaszerzésre. Megint Arnold normális passz kap Plasicitől. Ez egy sima tripla. Jó, hogy ott megakadt a játékszer. Újabb 14 másodperce van a támadásra a belgának, belgáknak. Gorgemans. Tóté a falt. Egyértelmű. Két kézzel így taszigány nem lehet. Azért Gorgemans onnan nem annyira veszélyes. Igen, Tótnak kényszerből azért ötöst kell játszani ebben így a körmenben. Pedig ő született négyes. Hát ilyenkor lehetne esetleg Farkas Attilát megnézni, de Csizmit sokkal jobban tudja, hogy most melyik játék is nézi. Na, jó van. Viszont Collins két falttal. Az ott jó nekünk, ott onnan egy-egyezhet Gorgemans. Szép védekezés. Gyönyörű. És eladott labda. Hú! És egy perizsákolás! Az rendben volt. Kendrick Perry tépte le a gyűrűt. 22-12 a körmennek. Nagyszerűen védekezünk továbbra is. Kiválóan, egymás segítve, okosan. Az igen, az is megvan. Ez az falt. Így van. Na, de jó fújás. Persze. Remek, amit a körmen művel. Kiváló.
Jön át Csemenc, jó ezeres kap Farkastól. Aztán még egyszer. Marad nálunk a labda, még 10 másodperc támadó időnkből. Katura. Ez mellé megy. Mert Kalinsz. Most kell visszazárnunk. Szép védekezés Peritől. Gyorsítás ebből már nem lesz. Lassisi. Bizonytalanok a belgák. Az rövid. Ki a lepattanó. Csenelszé. Goreman tette-vette ott saját magát. De semmi nem volt. Még előtte csak-csak. A kizárás az egy picit férfiasabbra sikeredett, mint amit sok játékvezető szeret. Ezt hagyni kellett volna tovább. Kalinsz. Ó, de váltottuk magunkat. Fú! Locsinált a Peri, kilépett onnan Gorgemans mellől mögül. Nem volt test, amit dolgozni tudott volna. Ezt pedig már beláttam. Rossz irányba fordult Gorgemans, utána pedig pipogya volt. Elbizonytalanodtak a belgák egész egyszerűen, tényleg nem erre számítottak. Az láb volt szerintem. Az egy jó fal. Csenelsznek a gyenge oldalt kellene jobban kísérni, megint simán megverte az emberét, meg volt a tempó előny, a gyenge oldalra kellene osztania. Ez a dugdos most, ez nem jó. Az viszont jó, hogy a belgák kivannak ettől a védekezéstől. Teljesen. Ez az agresszív kisegítés után vagy leragad náluk a labda egy kézben, vagy pedig olyan lassan forgatják, hogy egyszerűen nem tudnak rádobni kintről. Assisi, Gorgeman. Jó van, nagyon jó oda. Pozícióba azt kap meg, amit akar. Ez nem igaz. Három ilyen labda most már, ami nálunk volt. Felment. Tóth, az tökéletes. Csenelsz akkor veri meg az emberét, amikor akarja. Amíg bírja energiával, csak ez kell, hogy legyen a játék. És ilyen okosan választani és bedobni. Egyszerű ez így elmondva. Kalinsz, a tripla is rövidke. Ferenc jöhet a lepattanóval. Lassisi már jött vissza biztosítani. Szép. Oh, hát ez milyen fújás. Harmadik fajta Ferencnek egy ilyen kabura. Jaj, ne vicceljünk már. Három fajtából kettő, biztos, hogy nem volt az. Hát, na jó. De ez a világ kamuja volt. Ez a világ kamuja volt. Semmi nem volt. Időt kér. Teo Csizmics. Itt az időkérés közben láthatta kedves nézőink ezt a megítél személyi hibát. Persze, nem volt fal, de egy Ferenc szintű játékos az ő rutinjával ne adja meg az esélyt a játékvezetőnek arra, hogy esetleg fújhasson. Jogos. Na, még kettőt akarna ledobatni? Nem, már csak egyet. Ami sok lenne a jóból. Ami Arnoldnak nagy példaképe lehet Inzaghi, mert négy ilyen világkamuja Lesi Puskás góllal hozza magátnak a csapatát egy kicsit közelebb. Mint a tök kimarad.
A labda most sem hazudott. Szép 2-2. Gyönyörű játék. Nagyon jó korai leválásokat alkalmaz Tóth Norbi, nem várja meg igazán, hogy odaérjen az ő társa, hanem mielőtt látja, hogy Gorgemans kisegít, már ő lép befelé, és ezáltal van egy létszámfölényük a két kimaradó védővel. Cage, vissza Arnoldhoz. Ezeket el kell hozni, nincs mese. Egyszerűen nem adhatunk második esélyt a belgáknak, bármennyire is álmoskások, és össze-vissza dobálnak minden. Vagy nekünk, vagy mellé. Azért kettőből egyet be fognak gyömöszölni. Le kell szedni, na. Tóth és Csanász pihetnek egyet. Bünker és Lakosa jönnek a pályára. Szép kisegítés megint. Megint adog a labda, jó védekezés, az támadó fal, vagy a milyen, így is jó. Milyen, ez Lassisi lábáról ment ki. Vele is csak ki van a létszám. Bizony. A belgáknál szerencsére. Teljesen ritmustalanok. Tehát amíg kontrolláljuk a dobásainkat, tehát a jó a kiválasztásunk, van lepattanunk és nem tudnak futni, addig teljesen egyenrangú felek vagyunk. Erre kell figyelnünk. Katona tett oda Külivel Perihez. Nem volt elzárás, ez nehéz. Kikapja a gyűrű, Lakosa megy el a lepattanóért. Majd nem összekapartuk, de jó lett volna. Cage, inkább egy egyleütés tempót vállal el. Beledobja Katura kezébe. Vigyázz, vigyázz! Falt. Katura nagyon kényelmes volt. Körmendi járási bajnokságban sem férez el. Nem szabad csak arra várnunk, hogy Peri megoldja, mert ugye Tóth és Channels, akiben még van pontok, ülnek a padon. Tudják a belgák is, hogy Perire kell kettőzetten figyelni. Kellnek a többiek is. Lakosa, az gyönyörű. Jó a dobás is. Ő képes arra, hogy pontokat szerezzen. Fiatal nemzedék egyik vagány tagja. Ő nem fog megijedni a lehetőségtől. Illetve egy olyan élethelyzetből jött egy új szituációba, ahol azért ő alapember volt, a MASZ-nak tavaly igazi vezére tudott lenni. Így van, megint szépen védekeztünk Gorgemanson. Az utolsó másodpercben küldi ezt a helyre Cage. Mindet nem fogunk kivédekezni, ezért egy pár nehéz bemegy a belgáknak, és Cage ezt most szépen csinálta. Aztán utána, bum! Farkas kapott egy nagyot. Nem cifrázzák azért a belgák, szó se róla. Itt van még egyszer. Ipek pont visszaért. Cage erre a faltra. Ez nagyon nagy hiba most Peritől. Ez óriási hiba, tehát ebből kapni egy sima kettest. Peri nem bújhat el, tehát az nem lehet, hogy itt átcsorog, aztán rábíz a Katurára. Pont átértünk 8 másodperc alatt. Kicsit olyan volt, mint egy durcás gyerek, eladtam az előbb, hát akkor én most nem megyek ezzel a labdájára. Hajszálom múlott Katura, épp hogy átütt a Brusztoni 8 másodperc alatt. Aztán ezt ügyesen csinálta Perry. Na, végre volt elzárás Duinkertől, ott van benne a kicsivel, ezt ott meg kell oldania. Így is jó. Lakosa. Farkas.
Tökéletes. Gyönyörű játék volt. Volt négy passz, betörés, kiosztás, mélységi játék. Szép akció. Nikos. Aszfalt. Lopat kettőt, Nikos. Rálépett Katura, érezte, hogy bajban van. Aszfalt volt. Nem biztos, hogy ő ezt szándékosan csinálta. De ezt be lehetett fújni. Együtt látva az előző. Így van. Azt hiszi faltot. Ami jár, az jár. Nem baj ez, dobna büntetőt. Oké, ne kapjunk, könnyű gól, továbbra se. Még akkor is, ha bedobja Nikos is. Büntetőből nehéz ritmust kapni. Már pedig egyelőre erre lenne a legnagyobb szüksége a belgáknak. A körment szempontjával menjen végig így ez a mérkőzés. Egyelőre tökéletes terve dolgozott ki Csizmic a mai napra, és a játékosai maximálisan végrehajtják ezt. A Frány eladott labdákért kár, de tényleg olyan koncentrációval védekezik is a körment, hogy egy-egy hiba támadásban is be fog majd csúszni. A két büntető jó Nikolsztól. Ő ez a 8 pontos csapata, messze legeredményesebb játékosa. Arra kell figyelni Dujkernek és Farkasnak, hogy szedjék le Boszkót Periről, a többit ő onnan olyan szinten megoldja, hogy egy jó döntést fog találni. Egy jó elzárás kell ott a 2-2-nél, vagy Dunker 1-1-je. Hoppá! Archibek dob majd kettőt. Dunkerrel az a probléma, hogy ha ütik, ha vágják, ez neki muszáj megoldani ott háromból egyszer legalább. Hát eldott egy lökés, egy, ez nem volt semmi, de itt lesz még egy Archibek, bum, ott egy lökés, utána ez már egyértelmű. Ettől függetlenül adom, amit mondasz, tehát ott kőkövön nem maradt, egész egyszerűen jobban be kell csomagolni ezt a faltot, tehát ha nem fújják, akkor nem fújják. És nem először nem fújják ezt. Nem arról van szó, hogy Dunker most meglepődött, hogy eddig fújták, most nem. Finom kezűnek tűnik Archibek. Igen. Samoai, Amerika, vagy milyen röbbi válogatottban simán beszélnék fej alatt. A mozdulat jó. Az így jó nekünk. Hadd gondolkozom még ezen is a belga csapat, hogy így már a büntetők sem mennek. Szép, ügyesen csinálta megint Lakosa. Lopat kettőt Lakosa. Megkajáltatta Nikolsz, másodszor veri meg. Érdekes, hogy középre ezeket engedik a belgák. Jó kontra egy-egy volt ez, igen. Pedig már épp mondani akartam volna, hogy Perit nem használta ki azt, hogy Boszkó elég csúnyán lemaradt róla. Igen. Két büntető a helyén. Fontos pontok Tóth Norbertől, fontos pontok Farkastól, fontos pontok Lakosától, itt a két amerikai mellett. És 11 ponttal vezet. Bon, csak három amerikai mellett, ez nagyon jó. És 11 ponttal vezet a körben, időt is kér. Keep the friend. So we have the fire. So work before fundamentally that you're in the right position. Offensive footwork without ball. So don't go out here. Come in, bring her, long dribble, pass the ball, swing the ball. We will go stagger for you. So set the good screen. Here, they will switch. So the ball is here. You will get the ball. We have this situation. Screen, step up. Go force the action. If it's not there, we keep the ball. Immediately, if they don't switch, we go in ball screen. And we there, they will switch again. You lift here and we have inside play. Watch out, on the inside play, they will cover. So take care of this, okay? Right. If we score, we go immediately in 21. Immediately 21. If not, go one-on-one defense. Megint koncentrációra kérte játékosait De Frány. Az öltözőben fognak kapni szerintem. Ezt itt útközben nehéz megoldani.
a 15 perc az viszont vélhetőleg erről fog szólni, hogy ha már elutaztunk idáig, akkor ne ilyen tessék-lássék kosárlabdát mutassunk be. Egyelőre a játék minden elemében jobb a körben. Teljesen más, másik fél idő várható, nagyon fontos Csizmicsnél is van a pszichológia, meg a kommunikáció, mert ez a belga csapat ennél rosszabbul nem tud játszani, viszont jobban, sokkal inkább, úgyhogy figyelnünk kell erre a maradék időre most is, meg majd a szünet után, pláne. Eldobta a rajzait, meg a tábláját De Frenk. Azt mondta De Frenk, hogy ne sietessük az akciókat, hanem türelmesek legyünk. De a mai dobó teljesítmény alapján most minden volt, csak nem türelmes. Hét semminél járnak kintről a vendégek. Ugyanaz a fal, mint amit Katurára fújtak. Csak ezúttal KJ a személyi. Nagyon jó ez nekünk, hogy benne maradt szerintem a fejekben az a 33 pontos győzelem belga részről. És nyilván körmendi részről is, mert a körmenden azt lehet érezni, hogy ma nagyon harapnak. Nyilván fájó az a leegerszegi vereség. Hát igen, csak sokszor egy vereségből nagyobb erőt tud meríteni, meg nagyobb energiákat hozni, mint egy-egy győzelem után, és hát ahogy beszéltük, ezek nagyon jó szándékú, jó srácok az amerikaiak, a magyar mag tényleg egy kifejezetten jó versenyzőkből, lelkiismeretes srácokból áll, és itt a közönség, tehát egyértelmű volt, hogy itt javítási vágy van. Nem tudja begyűlni Árcsibek. Elfáradt Árcsibek, mire odaért. 13 pontos különbség. Nem ért át Peri. Jaj, Peri, fiam. Nem ért át 8 másodperc alatt. Jaj. Peri nem lesz azért professzor, azt lássuk meg. Nem, hát ő biztos, hogy nem agysebészi pályára tör, vagy atomfizikusira. Fantasztikus képességei vannak, de szemét leszek, de véletlenül van egyelőre csak körmenden, az ilyeneket nem szabad hibázni. Cage nem vállalja el. Ad inkább egy jó nehéz labdát. Na majd most ezt a tatyogósat, azt is mellé tudják dobni. Kifejeli Lakosa. Én úgy láttam, hogy ez Lakosa fejéről ment ki. Szerintem ez egy jó ítélet, egyetértünk. Ne kapjunk ebből gólt, egy ilyen szarvasiba után egyet kivérekeztünk. Elpazarolt védőlepi helyet, most ezt meg kell oldani, nem mindegy, hogy megyünk a szünetbe. Nikos. Még 8 másodperc. Köszönjük szépen. Nikos, az a passzolós gyerek. Teljes dráma. Tehát totális csőd. Yves De Frenk arcán rajta van minden. Tragikus vállás volt ez is. Nikos elindult ott 3 emberek keresztül, Farkas a bal oldalán, szembe vele Duinker, mit akar, csak ő tudja. Maradt még 5,4 másodperc a körmennek arra, hogy visszatámadjon. Ebből még kosarat lehet szerezni, méghozzá vastagon. Ezt megköszönhetjük a belgáknak, pláne a gól dobó. Don't take your shirt off before they see. Stay behind. Okay, now we can. Stay behind. This. West, you take the ball here. Make the ball. You take the ball. Luca. Here. Attila. Setting the back screen for Luca. So don't rush it. If you don't throw it like that, just for nothing. On the weak side, Lakosha is standing here. Lakosha here can back screen, open up and you take off. We go. Back screen, take go, off. Go, guys, go. Na nézzük ezt az 5,4 másodpercet, itt meg még egyszer. Minden igaz, akkor Katurának kell jönni. Kenneth dobja be. Lakosa és Peri lesz a gyenge oldalon, és Farkas elzárásából kell menni a Katurának végig. Kíváncsi vagyok, ezt megoldjuk-e. Jön Farkas a labdáért, aztán ő indul el. Picit korán vette ezt föl. Nem ez volt felrajzolva a táblára. Ebben még két leütés belefért volna.
De megint a magas embert hagyták ott pattogtatni. Perry nem jött, ezúttal sem. Így ér véget a találkozó első fél, de 35-22 arányban vezet a körmen. Nagyon észnél kell lennie majd a harmadik negyedben a hazai csapatnak, mert az szinte biztos, hogy egy egészen más mentalitású belga csapat jön majd ki a pályára. Amint érkeznek a csapatok, jövünk vissza mi is, nem menjenek messzire. Húsz játékpercet követően 35-22 arányban vezet a körmen együttesen a Mons Hajnaugárdájával szemben a férfi kosárlabda FIBA Európa Kupa a csoportjában. Artur, láttunk egy olyan félidőt, ahol a körmentől azt kaptuk, amit vártunk, a belgáktól viszont egyáltalán nem azt kaptuk, amit vártunk. 22 pontig jutott az a csapat, amely 86 pontot átlagol mérkőzésenként az eddigi három pályára lépése alkalmával. Mit gondolsz, tartható ez a védekezés a körmendiek részéről? Magyarként nagyon boldog vagyok, hogy a belgák nem igazán találják a fogást egyelőre. A körmend nagyon okosan fölépített folytogató védekezésén. Azt gondolom, hogy teljesen más fél idő várható. Remélem, hogy a körmend kitart emellett a filozófia mellett, és ugyanígy darálunk tovább. Viszont a belgák sokkal jobban fognak ennél játszani, mert ennél lejjebb már nekik nincsen. Nagy kérdés a játékvezetők, hogyan állnak majd hozzá a két fél filozófiájához. Nyilván a belgák erőltetni fogják a védekezést még keményebben, a támadásokat is. Nagyon érdekes második fél idő várható. Én nagyon bízom benne, hogy nyerünk. 9 adott labdája volt a körmennek, ami még azt mondom, hogy nem is egy irreálisan magas szám, viszont az ezekből kapott pontok, az a 14, ami a belgák pont termésének több, mint a fele, az nagyon magas. És ezt kontrollálnia kellene a hazai csapatnak, máskülönben itt még baj is lehet akár. Hát ha ezt nézzük, hogy 14 pont ebből, azt hiszem 2 büntetőt sikerült valahogy bedobniuk, tehát akkor ha jól számolok, akkor maximum 3 kosarat tudtak felállt védelem ellen dobni. Tehát ez példa nélküli, azért ne felejtsük, hogy egy nagyon komoly európai kupasorozatról van szó, ráadásul nem nyeretlen 2 évesek a belgák. Nagy kérdés, hogy tudjuk ezt tartani, de abszolút egyetértek veled, ha már elmegy a labda, akkor úgy menjen, hogy vissza tudjunk érni. Valami probléma volt az órával. Ez itt nem gond. Peri buktatta Boszkót. Most együtt van benne a két szuper törpe. Boszkó, illetve a hamar két faltos André Collins. Hátra lesz egy kis kreativitás, meg sebesség a belgák támadó munkájában. Gondolom én, ez a cél. Collins kihasználja az alkalmat, hogy egy picit frissítsem. Erre a fél időben nem volt lehetősége. Igen, azért nagyon nem fáradhatott el, mert nagyon nem játszotta magát. Collins egészen pontosan 5 percet töltött a pályán. És véletlenül ez is meglátszott a belgák teljesítményén, hogy Collinset viszonylag gyorsan elvesztették. Két faltja miatt. Egy leütés tempó Collinstól, az tökéletes. Igen, mert ő az igazi Collins. Remélem, hogy nem kapja el a fonalat. De azt mondom, hogy ilyen középtávolikat még dobhatnak. Hármas ne jusson nekünk, továbbra sem! Boszkó védekezése volt olyan, amilyen. Tényleg hasonlít rád. És volt életem, nem tudtam egynél többször leütni jobb kézzel a labdát. Boszkó ügyesen kavargat. Gorgemans. Így van, ügyes volt Csenelsz. Csak elően agresszív, azt be kell fejezni. Két dobás jön, ezt falttal együtt kellett volna helyére küldeni Eddie Kirstennek. És ez a harmadik faltja lesz majd Jermaine Bucknernek. Hát ez azért így a lassítás után ugyanolyan kamu jellegű volt, mint Ferenc Csabi harmadikja. De ez egy olcsó plusz egy, amit az ablakba hagytunk, be kell dobni a két büntetőt. Jó, az első. Második lejön. Fú! Gorgemánszal azért akadnak problémák. Igen, ő akár fehéret is vehetett volna mai nap, hogy jön is Archie Beck. Egy bénázás a támadó palánk alatt, egy a védő lepattanónál. Ennyi elég volt De Frenynek. Hát ez nem fér bele a belgáknál. Ez nem kell
edzői diploma. Ha nem is hibátlanul kell játszani, de az ilyen kétes szituációkat meg kell, hogy nyerjék. Remélem nem fogják. Csanál. Szép játék! Egy Doinker zsákolása. Csanál parádéssal játszik. Amikor ő elindul, ott a belgáknak végig van. Teljes kapufa a mai napon a Monsignor együttese. Hát legalább rábólintott volna, mert ez, hogy így megstukkolta, legalább fejette volna híre a hatos szektorba. Hú, de jó, hogy velünk van a két nagy dög a belgáktól. Perry. A tripla rövid. Arnold piszkál bele a lepattanóba, marad nálunk. Jó játék volt megint Chenez. Megbontotta egy passzról, kicsit értetetlenül leléptek Perryről. Teljesen üres tripla. Nem figyelnek a belgák, lehet, hogy zengett az öltöző, de egyelőre nincs foganatja. De French mester is úgy van vele, mint mi. Rázza a fejét, nem nagyon érti, hogy mi történt. Túl jól vannak tartva a játékosok. Gondolod? A kiszivárott a hírek alapján tényleg csak vajban nem fürdenek. Arnold segített szépen most Boszkónak. Ó, ne már! Ó, ne már! Adjuk már ezt! De hát ez... Katura odaért, falton, Boszkó földobta magát. Jaj, ne már! Kamu. Sportszerűt lehívva. Hatból két büntetőt dobott be az első fél időben a belga csapat, mert most beszédeleg. Van még egy kísérlete Boszkónak. Ez lejön. És még a labda is a belgáké. Tizenöt pontos körmendi vezetés. Collins. Rá nagyon figyeljünk, benne, benne van az extra. Chenez rángatta meg Bucknert. Az volt. Ott is állt a játékvezető, ezt nem adtuk el most jól. Hát nem baj, a kultúrát kereteken belül kicsit tördeljük a játékot, hogy továbbra se legyen semmiféle ritmusa a belgáknak. Azzal kell okosan bánni, hogy kinek hány faltja van. Collins. Nincs dobó helyzete. Most elvállal egy nehezet, ez lejön. Segíteni kellett volna Katurának. Segít is, méghozzá Doinker. A levegőben vártam, de így is jó. Doinker ám igen hasznos. Nagy mentés Katurától. Nem szabad kapkodnunk, nem szabad kapkodnunk. Nyugiban. Megúszta most Doinker. Ő kakaskodott Archibekkel. Igaz, jó kiszúrtan, én is néztem, hogy ezt nem kéne. Annyira nem szabad tesztosztalozni, én értem, hogy megy a feszkó, mert Doinker tényleg répázák kőkeményen. Nagyon figyelnünk kell, a hideg vér megmaradjon. Dickerson. Doinker megint bele tudott piszkálni a lepattanóba. Nem szabad Chenez-nek odaütni a harmadikat. Figyeljünk Collinsra. Archibekről gyakorlatilag nyugodtan bejöhetünk, csak Collinsra figyeljünk. Nem figyeltünk. Térülős, fordulós, Collins dupla. Ez egyetlen olyan a mai napon, akiben van elképzelés. 2-3 zóna. Perry. Ott van a Bucknerrel. Nem volt egy igazán jó egy-egy.
De van belőle két pontunk. Igen, megoldott a Perry ezt izomból. Jó ez így nekünk. Katurának a harmadik. Lehet, hogy jöhetne Lakosa, hogy ne legyen négy a horvát védő specialistának. Arnold. Boszko szépen oldotta ezt most meg. Kicsit furcsa, hogy Archibeket ennyire üldözzük kifelé, de teljesen kapuk a mai napon. Ezekre a betörésekre, az apró fürgeléptű mezőnyökre nem tud segíteni a centri, illetve nincsen, aki a dobását zavarja ezáltal, hogy Duinker kint van. Aztán erről kötte most Duinker. Nem jó vállalás ez. Boszko megy. Ez szép. Tudott indulni a belga csapat, azonnal időt kér Csizmics mester, teljes joggal teszem hozzá gyorsan. Már most sokkal több mindent csinált a támadó térfélem a belga csapat az alatt a 3 perc és 51 másodperc alatt, mint az egész első félidőben. Sokkal pörgősebbek a vendégek támadásai, erre kell most reagálni a hazai csapatnak. Hold the strong side in the pick and roll. Hey, strong side, we're playing strong side, we can do this. They play either zone, no matter, either way. We play three and down, either way. Get closer to the basket. One, two dribbles, one break, and we go. Otherwise, we have a shooters outside. Take that shot away. Take it. Okay, you take in a spot, you go as two. Okay, right? So, Leno, listen. Wesley on the spot, you out, and Fepo and Norbert, Josh. Right, Norbert, Josh, hi. Let's go. Come on, come on. Let's go, let's go. 3-4. Jó időben kikért idő volt ez, szerény véleményem szerint. Artur itt bólogat mellettem, ezt a kedves nézők nagy szerencsére nem láthatják. Engem vagy téged? A téged, azt, hogy itt bólogat. Kikérem magamnak, de jogos. Ha igen, ezt ki kellett kérni, mert itt Duinker előző egy-egyében még a Dac dolgozott, hogy akkor ezt most megmutatom pozícióba. És ebből azonnal lekontráztak minket a belgák, akik ezt a zónát alkalmazzák. Nagyon gyorsan kellene fogást találni ezen. Tóth ott maradt Boszkóval. Szép passzó Tóth Norbitól. És jó belőle az Itzer Dickerson előadásában. Az egy jó, sokkal eszesebb páros, amikor Tóth van benn Dickersonnal, nem bántva Duinker. Mozgékonyabb és jobban passzolnak egymásnak, illetve tudnak kintről dobni. Ez működhet. Mondom, Collinsra figyeljünk nagyon. Archibek. Lemarad Collinsról Channels. Szerencsére ezt is mellé dobja. Most túl lelkesett a Channels. Ember. Ezt is, de megúsztuk. Archibek blokja. Nem szabad. Archibeknek a pozícióban csinál, amit akar. Nem szabad ott hagyni. Főleg nem Collins. Jó, ez a tripla is csinálta. Channels továbbra is nagyszerűen játszik. Megint 16 pont a körmendi előny. Ezt most Archibek bedobta, de ez legyen az övé. Ez nem ennyi nagy probléma, úgy gondolom. Tehát Archibek középtávú tempóival nem fog minket megverni a Monsz. Figyeljünk zónán, hogy legyen körténk, vagy egy elzárás, utóbbi lesz. Katurának el kell indulni Archibekkel. Ferenc, a tripla lejön, Buckneri a lecsorgó labda. Arnold indul el Ferenc mellett, megtalálja Collins-t a sarokban, Collins kilépett. Ma még azokkal a pici 37-es lábakkal is ki lehet lépni.
4 perc van még ebből a negyedből. 14-jel vezet a körment. Az be kell dobni, Fefu. Bőrzés gyakorlat. 50-33. Jó játék volt, 2-3 a zóna ellen. Beállni oda két zónasor közé, pláne egy Ferenc Csabinak. Egy jó 2-2. És még egy lépés a Boszkónál. Úgy vannak vele szerintem a játékvezetők, hogy nagyon figyelünk rá, hogy a kis törpének semmi baja ne legyen, de akkor legalább ő ne csaszorogjon labdával a kezében. Ez így nem tűnik rossz üzletnek egyébként. Cage váltja Bucknert közben, amellett, hogy visszajött Nichols is a pályára. Azonnal vissza ember. Ez a legerősebb ötöse szerintem a belgáknak, papíron mindenképpen. Ez is lépés lesz. Igen, ezt nem lehet. Ezt nem lehet. Ezt az Euroligát követő kedves nézők nagyon jól tudják az idei évtől ezt a pörgős, belállós. Még Printezisnek is lefújják pedig. Hát pedig. Végül jó néhány pontot szerzett. Nichols. Jó védekezés megint a körmendiektől egészen idáig. Itt az első sikeres belga tripla a mai mérkőzésem. Csizmics azt mutatja, hogy ezt beszéltük meg, jönni kellett, Norbi fiam. Filozófiák találkozása, én úgy vagyok vele, hogy sarokdobot ne hagyjunk ott, még akkor is, ha nem nagyon találták el a berendezést. Collins ezt ügyesen látta. Ezt meg most megússzuk. Ez egy kicsit elfáradt, teljesen értető okokból. Folyamatosan szívják a vérét váltott lovakkal. Abszolút alacsony szerkezet? Igen. Akkor lehet, hogy Ferenc Csabinak kamatoznak azok a konditeremben eltöltött órák, mert ő lesz most a kilépés négyes. Ez hiba. Nichols valahogy megmentette ezt a labdát még. Begyűrt Archibek. Megint az eladott labdából kaptunk két pontot. Pontosan. És megint egy indokolatlan eladott labdából. Még kettőt faltolhatnak a belgák, még keményebben jönnek. Az szép! Az szép, de szépen csinált a Dickerson. Lehet, hogy érdemesen őt többször megtalálunk ám. Most már elég volt kicsit ebből a labdapattogtatósból. Időkérés vendég részről. De számunkra jó, hogy 8 perc alatt nem szűkült a távolság a csapatok között. So we go wave up, make it aggressive, wave up, aggressive play. So we have to dribble entry to Rich, up, they will switch maybe. If no, up. Get a good timing in function of this situation, up. Back screen for Rich, post up, this one. Then the play after, we go into a wave down. A shooting out of screening, side of five, into inside play. If we have nothing. Go ahead, if you have nothing, pass. Those players are continue to screen. Pass and confirm. And we have this situation with dribble angle. Let's go. Let's go. One, two, three. Moves. Take care. Offensive. Go fast. Okay, let's go. All right, let's go. Let's go. I don't need. Pick him up. Ez itt csinál ezt triplája a sarokból. Aztán Archibek tempója. És végül Ferenc hármasa. Cage. Azon a Dickerson és Perry mennek felsegíteni Katurát. Hát nem biztos, hogy Marnold sok sót fog megenni ott Katurával pozícióban. Nem is annyira értem, hogy miért őt akarják ott megjátszani. Hát az edző lerázott olyan sablonszerűen, de azt nem gondolta végig, hogy akkor
A horvát pitbull majd megy vele, igen. Sokkal inkább kellene nézniük vagy Cage-et, vagy Archibald-et, de ez már legyen az ő problémájuk. Cage-ből kellene valamit kivenniük, mert Archibald most feljavult, Cage óriás alibi. Collins, egy üres tripla, hogy lejön szerencsére, Lakos a faltja. Abban a tekintetben, hogy még belefért, hogy alapról jönnek, csak megint egy elpazarolt védőlepattanó, egyedül volt ott Nichols. Nichols megmenti, Archibald. Leoszta. Szerencsére nincs 2 plusz 1. Lehet, hogy Ferenc Csabi negyedik lehet, faltja Ferenc, lesz? Igen, mindjárt nézzük. Igen, Ferenc negyedik faltja. Ah, ez egy nagy kár. Sajnos ezt be lehetett fújni. Magyar szív ide vagy oda. Csizmicsel beszélnek a játékvezetők. Hát azt mondták el Csizmicsnek, hogy szóljon a kapitánynak, hogy ne legyen duma. Hát, na jó, de hát a kapitány azért kapitány kultúrát körülmények között, meg hangnemben megbeszélni ítéleteket, semmi rosszat nem mondott. Felpó mutatta, hogy ő szerinte így állt. Hát viszont egy lehető kockázatos döntés, hogy fönnhagyja Ferenc Csabit a pályán 4 falttal. A sűrűjebb a dolgoknak nagyon nem mehet be, mert egyelőre, ha nem is pikkelnek rá a bírók, de megkapja a faltokat. Na, Archibald bedobott egy büntetőt. Visszaáll a fél időben meglévő 13 pontos különbség. Dickersont kell megjátszani Archibald-kel, vagy a 2-2 leválás után, vagy direkt pozícióban. Ferenc az nehéz. Le is jön, Collins megmenti, de Lakosához, hogy aztán utána Lakosáról menjen ki a labda. Kockázatos volt, amit Collins csinált, mert visszahúzta a gyűrű alá a labdát, ahol két körmendi állt. Óriási mázlia volt most a belgáknak, és bal szerencséje a körmendieknek. Igen, Zsolt is már azt nézte, ügyesen kitette Collins-t, azt nézte, hogy ebből a támadó lepattanó, vagy szerzett labda, mit lehet csinálni, és a labda birtoklása nem maradt már figyelem. Mindegy, ki kell védekezni ezt. Assisi. Collins. Nicholsra figyeljünk, továbbra is benne érzek potenciált, a többiek nem lettek jobbak. Dobnia kell Collinsnak, sajnos dob is egy triplát, ezért Dekár. Utolsó másodperces hármas, 10 pontos különbség. És még van két faltja a belgáknak, biztos, hogy most jön a sarabolás. Csak nem Collins fog odaütni. Ferenc inkább elindul, Archibald fölött, ez a kiletes. Ő ügyesen csinálta, Fepu. Tudta jól, hogy Archibald nem fog felugrani vele. Csak Collins, gyerekek, csak Collinsra kell figyelni. El fogja dobni, föl kell tenni Dickersonnak a kezét. Nem, kidobja a labdát a pályán kívülre. Pedig kicsit megrángatta Archibald-et, amennyire kellett. Ez elég volt ahhoz, hogy ez a labda ne jusson célba. Most Lakosa ezzel nem akar csinálni semmit. Inkább a nyugalom, inkább a békesség. 54-42 a körmennek, innen folytatjuk, amint kezdődik az utolsó 10 perc.
Háromnegyedet követően 54-42 arányban vezet a Körben együttese a belga Mons Hainaut ellenében. Arthur két triplát már lőtt a belga csapat itt ebben a harmadik negyedben. Ez lehet a kulcsa a mérkőzésnek? Egyértelmű volt, hogy az a nullás mutató az nem fogott szégyenkezni 40 percen keresztül a hármas mutatónál a belgák neve mellett. Én azt gondolom, hogy Collins egyéni villanásaira kell figyelni, mert egyelőre a többiek nagyon szürkék, és figyelnünk kell a védő lepattanókra, hogy az legyen birtokolva, és abból türelmesen játszunk, nem kell belemenni semmilyen őrületbe. Most ez a lassabb menetű csordogáló meccs, ez abszolút nekünk kedvez. Dönker, ott marad Archie Beckkel. Védőfalt. Dunkert már ütötték, vágták, csípték, rúgták, harapták, most egy ilyen faltot fújnak le. Archie Beck még Peri rángatását kéri számon a játékvezetőkön. Peri, egy kis tánc. Dickerson ezt nem vállalja el. Az jó, az be tudja a pozícióba vinni. Bizonyám, jaj, de jó volt ez is. Azért Dickersonnál van gólyi. Arnoldnál nem sok. Ez pedig Archie Beck faltja. Nem tanulta meg Zsolti a leckét. Ilyenkor jól nagyot keresni. Ilyen kecskebukásak. Nem pedig vagány gyerekbe tovább menni. És utána bedobni. Ahogy a férfiak szokták. Ne keres. Katura. De a tripla lejön. Dickerson a lepattanó. Azért Dickerson súnyiba szerintem a mezőn legjobbjává lépett előre. Csak az én privát véleményem, akkor is, hogy Csenez nagyszerűen játszik. Dickerson mindig akkor szól hozzá, amikor nagyon kell. A légiósok ma nem jók, a belgák pedig olyanok, amilyenek. Ez most itt éppen Lassisié volt. Jön majd vissza a pályára Jermaine Buckner. Kár ezekért. Nikos. Visszafújják ugyanazt, amit fújtak a másik oldalon. Azonnal el is kapja a pályáról Lassisit. Yves de Frenny. Jó védekezés lakosától Collinson. Igen, sokkal magasabb, mint Collins, nem szabad engedni, hogy dobjon. Buckner triplája. Collins a kreátor, vagy ő fejezi be az akciót, ennyi. Vagy ő szolgálja ki a társakat. Ennyi. Nem lett bonyolultabb a Mons. Dickerson. El kellett volna dobnia, így most ami nehéz jut majd ebből. Egy ilyen tripla. Az le is jön. Lakosa. Ki lesz a lepaton? Azt meg kell oldanunk. Mellé dobja Dickerson, de kár ezért. Ezt ott kettő évben meg kellett volna oldani, nem érünk vissza. Peri, de jó, hogy van hétfőként foci. Nézd a válogatott meccseket. Bőzonyán. Úgy ment ezért, mint Bödese. Olyat ne csináljon, mint Böde. Abból itt baj lehet. Nichols. Buckner. Archie Beck.
Egy fél ütemet késett Katura. 57-47. Én is csinálsz azonnal. Nem volt ez egy jó passz, ráadásul Duinker messze volt a gyűrűtől. Időt is kér. Most kicsit ilyen éjjű túlszakasz van. Igen, ez most nagyon remegős. Néhány másodperc. Jókor jön. Ez a rögtönzött megbeszélés is. Mi pedig hallgatózhatunk. Okay, good defense over there. Good defense. Aggressive defense. Missing shots, no problem. No problem. You guys doing great defense over there. Just all every time for the show. Every time, every time. Hey, switch. When we need to switch. Loka. When you guys switch in the pick and rolls, stay on the ball. If you penetrate, make foul. If you post him up carrying the ball, make a foul. Put him on the side. If you have to switch, show on the screen. Okay, let's do this. One time switch everything. One time. Okay. One time to see how it goes. Any problem in the penetration, put him foul, put him on the side. Okay. Be aware that we may play zone on the way back. Okay. Nothing yet. Kell egy jó védekezés, aztán pontot kell szereznünk, mondta Yves Defrenny. Ez a... mit mondjon a kosárlabda edzői időkérésnél? Tankönyv első oldala. A másik oldalon Csizmics pedig nyugtatta a srácokat, hogy nincs az a probléma, hogyha a mellé dobunk labdákat, védekezzünk jól, ez az alap. Ezzel vezet most 10 ponttal az egész körment. Dickerson. Egy lábas libelle, az lejön, Doinkeré a lepattanó. Nem tudta helyre édesgetni ezt. Arnold. Ezt megköszönhetjük neki. Ez már nem az a nap, hogy Arnold ilyeneket dobjon, viszont a lepattanóra figyeljünk. Ki kell használnunk, nincsen Collins. Szusszon egyet, ebből ne kapjunk gólt. Arnold. Az már nem fér vele. Lassisi tényleg velünk van. Kitűnő védekedés megint. Nincs Nichols, nincs aki eljusson a három pontoson belőle. És nincs kinti fenyegetés. Maradjon így most már erre a 7 percre. Nichols volt, Collins nem volt. Bocsánat, egy keverem, itt sokat szébetű, meg az így. Jó segítés most Lassisitől. Lassisi nagyon későn lépett Duinker, és nagyon későn adta labdát Csenehez. Ez nem lehetett jó egész egyszerűen. Lassisi tripla, úgy is mellé megy, Katurája lepattanó. Három labdát elrontott most a belga csapat, meg kell nyugodnunk. Katura, azt miért? Hát, nem, ez nem az a meccs, fiam. Egy, hogy nem az a meccs, kettő, nem az a játékos Katura, akinek ezeket el kell dobnia. Ó, és ott hagyjuk Collins-t. Őbe ezek bedobja, egy pont a különbség. Jaj, de kár! Ez egy nagyon csacska vállalás volt Katurától. Nekünk nem kell forszírozni semmit. Ugyanilyen mederben menjen ez a meccs, mint eddig. Nem megy olyan mederben. Tehát ne Katura akarjon futtából triplát dobni, meg ne Duinker akarjon gólpaszt adni. Mindenki csinálja azt, amiben jó. Katura védekezzen, Duinker lepattanozzon. Lassisi. Ez most a nap legfontosabb védekezése. Collins, le is maradunk róla, hiszen 4 pontra a Mons Final gárdája. Jönnie kell Perinek. Csenehez most nem nagyon van játékban. Hosszú ideje már semmi nem jutott neki. Támadó faltat fújnak, persze mi mást fújnának. Lehetett fújni, sajnos ez megint pszichológia, a nagy csapat fölé lett. A vezér az élére állt, bedobott 2 extrát, mi butuskákat vállaltunk, volt egy fújható jel, lökös, nem lökös, ott volt az alkar, meg kell hagyni. Buckner könnyen én adta meg magát, taszajtott is rajta Csenehez. Mondom, Csenehez nincs igazán ritmusban, jól kezdett, és azóta ő is csöndes.
Arnold. Kettő dob majd Arnold. Buckner mondja Arnoldnak, hogy te most figyelj oda a büntetőre, majd leszedem ezt a labdát. Pedig ezt is Lassisi majdnem elrontotta, belefutott Arnold betörésével. Mondjuk itt most Perry volt butucska, tehát Arnoldra minek oda kimenni? Fölkínálta neki ezt, hogy becsoszogja, azért Arnold magas, atlétikus, kettőt lépett, tudta, hogy valahol majd jönni fog Perry, fölvette a labdát, jött a fújás. Nem a két büntető, akkor az extra ajándi. Nem jó védekezés. Mellém az első büntető. Kettőből semminél a vonalról Arnold. Legyen az három semmi. Lesz is. Ez már egy ilyen napartúra, akkor kívángatok még itt. Olyan vagy, mint Dévényi Tibi bácsi. És tartal egyet Perry, de kellett ez most. Fú. Ezt most ilyen személyes presztízsre vette. Az itt egyébként nem volt falt, amit akart, ez egyértelmű. Kösz Cage. Nem tudom, hogy te mit gondoltál. Jó, ez a Cage-Arnold duo, ez rettenetes. Jó, a Bucsus Tetkóba kiválóak, ott elindulhatnának a VB-n. De egyelőre nem történt velük sok pozitív. Maradjon most már így tényleg. Nem sok pozitív történt velük, de Cage mindent mellé dobál. Ja, Arnold meg eladogatja magyar a labdát. Szempontja magyar pozitív, szempontja pozitív, igen, igen. Abszolút. Úgy nagyon, úgy. Magyar szemünk. Úgy azonnal procentet nekik. 5-20 a találkozó vége előtt időt kér Yves de Frey. Itt most egy elég komoly belga rohamot tudott elhárítani Perry ezzel a három pontos játékkal. If it's man to man, you will see it immediately. Okay, like, come on, let's go, let's go. Okay. One, two, three. Hold. Let's go. Let's go and stop. Itt van még egyszer, ez nagyon fontos Perry. Zitzer és kiharcolt falt, és Perry azért érzi, hogy hova kell üvölteni. Ő be tudja vonni a közönséget is. Szegénynek picit hangos. Perry igazi közönség kedvenc. Extra képességű játékos, tényleg kicsit érnie kell még, és akkor aztán kiváló lesz. Collinsról megint lemaradunk? Fú, mindent ő sem dobhat be, azt rá tudta ütni Tóth Bucknerre. Dickerson most nagyon energiatakarékosba jött, mert itt adogott a labda ennél az átforgatásnál. Ezután a dobástani szituáció, Collinsnak ez üres volt. Ügyesen csinálta Tóth. Itt leül Collins. Most egy idegnyugtató kosár, és akkor úgy lehet neki menni a közvetlen végjátéknak, hogy a körment jó helyzetben. Ajándék fújás ez most. Nem, bocs, semmi. Nekem minden nem tűnt semminek. Nekem sem. Itt van Collins, ő sem annyira érti szerintem, hogy miért ücsörög most. Ezt azért mi nem bánjuk, hogy Collins ül szerintem. Egyáltalán nem. Négy fajta van Bucknernek. Channels pedig 15 pontnál, mi a körment legeredményesebbje. 9 pontos hazai vezetés, 4-re tudott felkapaszkodni a belga csapat, ennél tovább nem jutottak.
5 pont zsinórban a vasiaktól. Egy okos faltot még üthetünk. Nem kell odaütni a faltot, Arnold majd kidobálja szépen a labdát a pályáról. Tótnak kifelé kell válni, triplára van hely. Csenász fogja elvállalni Bucknerön. Buckner otthon Csenászsel, vajon megtalálják-e? Támadó fal. Ó, Buckner kifújták. Rossz helyre került a keze, Csenel szépen jelezte a játékvezetőknek, hogy mi történik. Csenel ezt nem volt guggolásba, érezte, hogy ott a kéz, fölállt belőle, és akkor nagyon rosszul nézett ki, hogy magasan van Buckneré. Hát azért nem jó, mert így visszajött Collins. Igen. Ezért kára kipontozódott. Tudjuk azt, hogy mit akart vele a mester, hogy 2 percig ültette, azt tényleg nem tudom. De Frenny is olyan a mai napon, mint a csapat, indisponált egy kissé. Peri, ott maradt Cage-el, azt meg kell oldania. Meg is oldja. Ez nagyon kemény volt. Jön egy időkérés. 57-53 óta 8 pontot szerez zsinórban. A Körmen csapata ebből 6-ot vállal magára. Peri, és megint 12 pont a hazai előny. For him, okay, so we have this situation. We have Andre here, immediately. Reg has the ball here, but we don't go for that. On that moment, we set the screen, and Leo, after this, you run the through. Here, we make this kind of stack screen. We go in between, and we have the three-point shot for him. Don't forget, okay? So we have to close it up for you two guys, okay? You have to close it up. So be the second one, you be the first one. And then we have Lucky up here. Ha megvagyunk kifejezés, meg ha megvan még ez kifejezés, az azt hiszem, hogy barokkos túlzás volt itt Archibektől. Kincstári optimizmus? Igen. Attól függ, ha vereségre gondolt, akkor azt szerintem megvan. Azért még óvatos duhaj lennék. Semmi nem utal arra, hogy ne lenne meg. Szép. Dickerson. Nagyon fontos. Pontok Dickersontól. Alapszabály, még az 1-0 zicsere is megyünk, hát ha ott lehet valamit kapirgálni, Dickerson nagyon okosan tette ezt. Nikolsz úgy volt vele, hogy ennek az Arnoldnak oda nem adom. Meg tudom érteni. Szerintem az extra somlói galuskát nem Arnoldnak fogják föltállalni a végén, ha a csapat szavaz. Boszkó faltja. Jön majd 2 Csenász büntető. Nem tudom, hogy a Déri Csaba, Hencsei Tamás, Csizmics edzői triumvirátusban hogy vannak elosztva pontosan a szerepek, tehát ki az, aki a feltérképezést végzi, de nagy kalapemelés. Ez a fajta védekezés, amit húzott a Körmen, de folyamatos nyomás a labdán, kisegítések, abból tolódások, kitűnően sült el a mai napon. Abszolút mértében, különösen Arnoldnak nem volt róla fogalma, hogy ez ellen mit kell csinálni.
És ez még azt jelenti, hogy az Aszfel elleni hazai mérkőzésnek vastagon lesz tétje. December 1-e, hogyha jól emlékszem. Megrángatjuk David Andersen bajszát. Nagyon bízunk benne. Arnold. Jó, hogy csak most. Nekünk nyugodtan végig kell támadnunk minden 24 így másodpercet. Van. Jönni fognak a faltok, csak türelem. 4 másodperc a vége, hogy nem szabad eldobni. Addig játszunk belőle, egy jó kísérlet legyen, ha nem is megy be, érjünk vissza, és figyeljünk Collinsra. Jó kiosztás, Dickerson. Jó van, Gorgeman tényleg velünk van. Ez egy nagyon jó okos falt volt, Gorgeman fiam. Nagyon becsomagolni nem akarta. Ó, Norbi azért. A budai színjátszók jönnek a tagjából gyerekkorában. Hogy Digisporton adott mérkőzésen ilyesmiben meg tudunk állapodni, de ha ő bekopogna a Tüzér utcába, hogy Artur, én a Honvédba szeretnék játszani, nem biztos, hogy szívesen látnád. Gondolod, hogy a Gorgeman posztgraduálisan járna a könyvtárbüfé szakra, akkor elküldeni? Ez nagy siker a Körmennek. Azt követően, hogy tényleg idegenben bármilyen fáradtak is voltak, kikaptak 33 ponttal, itthon végiguralták ezt a mérkőzést. Egy olyan csapat ellen, amelyik több mint 80 pontot átlagol. 86-ot. Ugyanaz vissza, így van. Jó falt, oldalról jönnek. Igen, 60 pont alatt tartjuk a belgákat egyelőre, de 70 alatt lesznek, az biztos. Kalinsz, az jó nehéz, be is dobja. Ő nagyon jó játékos. Nagyon jó. Az az első, az a két falat annyira kellett nekünk ott, hogy ráfújtak. Mint egy falat kenyér. Kalinsz érti a csíziót. Az biztos. Pepu beharangozta nekünk Boszkót, szerencsére abból semmit nem látunk. Jó Peri büntetője. Nálam ő a mérkőzés embere, mert ott 57-53-nál ő volt az, aki kezébe vette az irányítást. Nem fog összevesztni, úgy gondolom, mind a három amerikai nagyszerűen játszott. Szépen elosztották a terheket, mindig volt, aki szusszant vagy a padon, vagy kicsit a pályán. A magyarok hozzárakosgatták azokat az elemeket, ami kellett. Ez egy nagyon szép csapat diadal, tényleg le a kalappal a Körmend előtt. Azt most Gorgeman megoldja. Egy métert biztosítani a kell Boszkónak. Okos volt Peri, mutat a Dickerson, dob bette, hát ne, egy, ne az egyik labda ügyes dobja be, hanem egy jó passzoló, magas Dickerson. Ennek megfelel, Chenelsznek és Perinek kell elszakadni és várni a faltot. Hát az mekkora falt volt. Fújják a játékvezetők, viszont nem ér át a Körmend. Ez megint Perié volt ám, megint kajlában még egyszer leütött, ahelyett, hogy lőtte volna akár üresbe is a labdát, ezt utolérte volna ott a társ. Jó, megtépkedték azért Csenász karját. Óriási falt volt. Keresztbe verték kőkeményen. Most a sarkadás után. Boom! Ott Cage. Kalinsz. Mondja a játékvezető, teátrálisak vagyunk, meg kell mutatni, hogy mi történt, várjuk meg, hogy merre ítélek. Tóth Novina pedig majdnem beőszült a sérója. Mutatja Tóth Novina, enyém volt. Most visszakaptuk azt az előbb be nem fújt faltot, csak felrúgtuk Kalinszot, magától nem szokott összeesni. Döfren hiába nézi ábrándos tekintettel, itt a csapat felkészítésével valami nagyon nem volt rendben. Itt tényleg le kell cserélni a dácsiákat. Igen, ott egy picit elbotlott Tóth lábában.
Collins, hoppa Katura. Nyugalom. Terry. Azt hittem Boszkónak egy jó borítást fognak fújni. Azért Perryre a Szeleburdi jelző áll. Ajaj, kétszer is. Szórakozott professzor. Az. Ez lesz innentől a beceneve. Mindegy, ez a 6 pont az mesteri volt. Ezért így is van. Nagyon nagy szerencség, hogy nem így pörgött a belga csapat az első fél időben, mint ahogy itt az utolsó negyedben. Fú. Katura is egy bolondot vállalt, fölugrott és visszafelé bedobta középre. Egy már labdarúgásban sem jó, mert nem, hogy kosárlabdában, de Tóth Norbi ügyesen odaugrott. Szépen keresztezett Tóth Norbi. Nagyon, klasszis. Klasszis hátvéd munkát végzett. Mind a két Tóth büntető. Ferenc érkezik a helyére, fennmarad a 41,8 másodpercben. Boszkó. Szépen csinálta. Igen, ügyes volt Boszkó. Perry. Fú, a Perryt kellett volna levenni a pályára, nem Tóth Norbit szerintem. Itt most három elég komoly hiba. Egymás után. Két eladott labda, meg ez, hogy hagyta, hogy Boszkó ezt eladhassa. Megmagyarázhatatlan dolgok ezek. Arnold. Csenősz faltja. Kell a lepaton, jön Duinker, Ferenc helyett. Ügyesen csinálta most Arlon, nem akart mindenáron triplát dobni, azért 35 másodperc elindult. Gyorsan eljutott a vonalra, reméljük nem dobja be. Három semminél jár. Ha nem láttuk volna a statisztikákat, és ez lenne a szezonbeli első mérkőzése a Monszajnál kárdájának, akkor azt mondanánk, ez egy botkezű brigád. Hát igen. Támadó lepattanó Arnold. Köszönjük szépen, Arnold. Boszkó. Nagy lépés, ilyet nem lehet. A negyedik lépésében ez Boszkónak. Perry megpróbált ezt izgalmassá tenni, de a belgák nem igazán kértek belőle. Odaírják Boszkót és Perryt. Ahhoz képest ez a mérkőzés már eldőlt. Parázs lett itt a végjáték. Boszkó faltja, Dickerson lopat kettőt.
Három amerikai kiváló volt a mai napon a körmendből. És extra dobó teljesítmény nélkül le tudtuk győzni a pocsékul tüzelő belgákat. Abszolút csapatmeló volt a közönség, mögött állt a gárdának, mindig akadt húzó ember, kritikusabb szakaszokat is túléltük, és hát tényleg olyan játékra kényszerítettük a belgákat, amit szerintem még napokon keresztül elemezni fognak. Okokra válaszokat találni. Mondjuk a 16-ből 5-ös büntető mutatóra arra semmiféle okot nem lehet találni, Boszkó. Ezt még odaadja Perinek, aztán utána nincs sportszerűtlen, nincs sportszerűtlen. Hát szerintem most már szuper törpét. Minimit. Az sportszerűtlen, nézd. Helyes. A minimit azért le kéne ültetni, mert most már azért tényleg álmokot fut. Mert már semmi értelme, hogy itt még valakit esetleg fölrúg. Puskásféle álmok futásról Déri Csabát kell megkérdeznünk, hogy biztos tud ilyesmi sztorikat elővezetni. Régi szép dombóvári időből. Nem ma volt, igaz se volt. Egy pontos különbség. Egy nagyon fontos győzelem. Amit a körmen jegyez, a Kalinsznak sem szabad semmit csinálni, a Peri már nem is akar csinálni semmit. Egy kis pattogtatás. 77-66 arányban győz az egész körmen együttese a Monsignor ellenében, és az azt jelenti, hogy van még esélye a továbbjutásra a körmen csapatának. Ez azonban majd december 1-én le kell győzni az Asfeld csapatát. Arthur, egy jó meccset láttunk szerintem. Kiváló mérkőzés volt, abszolút taktikai fölényben, meg lelkesedésben is fölényben volt a körben. Megérdemelt, és ez egy komoly bravúr, azt gondolom. Na és akkor egy rövid szünet, és utána érkezünk vissza még egy pici elemzéssel. Egy pontos körmenni győzelem a Monsignor elleni FIBA Európa Kupa mérkőzésen. Csizmis mester szépen fölzavarta a srácokat a lelátóra, hogy azt ilyenkor kell megköszönvén ezzel a szurkolók támogatását. Valtúr, ez a győzelem, ez jelenthet valamiféle úgymond fordulópontot a körmen egyébként hullámzó szezonjában? Óriási fordulópontot jelenthet. Van mibe kapaszkodni a körmennek, nagyon sok fájó vereség volt, amit elszenvedett a csapat.
Most itthon tudtak lenni saját közönség előtt, egy náluk esélyesednek tartott csapatot vertek meg, amelyek az odavágón lelépte őket, és tényleg mindenki hozzátette magát, nem arról volt, hogy valakinek kellett itt parádézni egyedül, úgyhogy ha valamire lehet építeni, akkor mindenképp egy ilyenfajta siker az. Itt közben látják, kedves nézőink, a legfontosabb statisztikákat. Artur, te mit emelnél ki a mérkőzés kapcsán? Mi volt a kulcs a jó védekezés mellett? Hát az, hogy 24 eladott labdába tudtuk kergetni a belgákat, az feltétlenül nagyon fontos. Ugye arra már beszéltünk, hogy azért jó jött nekünk, hogy Collins ott Butuskán oda csapta az első két faltját, és az edző talán kicsit túl konzervatív volt, hogy nagyon sokáig jegelte őt, illetve az, hogy egyszerűen képtelenek voltak betalálni a belgák, ami egyrészt az ő indiszponáltságuk, másrészt pedig a mi remek védő taktikánk oka. Itt a Körmend még hátralévő mérkőzés és az eddigi eredmények. Az Aszfel csapatát majd december 1-én fogadja 18 órától az egész Körmend csapata. És ez csalóka ugyanez a tabella, hiszen 5 mérkőzés még csak is kizárólag a Körmend játszott, és december 1-én természetesen jövünk majd.